régió Terminátor szokás szerint visszatérünk, hogy Margóval megmutassuk önöknek, milyen is a roma pörkölt, mennyire finom gusztibora, és miért vannak a jó barátok. És bár roma ember nem megy a konyhába, de Margó guszti nélkül is olyan embertelen jó menüt rikkent, hogy a vendégek még egymás tíz ujját is megnyalják utána. Szorosabb mögöttem. Sziasztok! Gyerekek, Isten hozott benneteket, áldja meg bennetek a drága jó Devla, ami nálunk Isten jelent. Minden kötelező inni, minden annyit iszik, amennyi jól esik. De kötelező. Kínáljuk nektek. A fogadtatás tökéletes volt, azt gondolom, hogy azért ez nagy szerepet játszott ebben az egészben az is, ahogy a Béla fölépítette a ma esti. Minden út Rómába vezet. Hát gyerekek. Azért ez rendben van, nem? Bocsánat, és aztán, hogy mit hoztam a Margónak? Hát a saját pincészetemből hoztam. Római. Rendjei Bélának. Római. Tessék parancsolni, használjátok egészséggel. Köszönjük. Köszönjük. Hát ilyen meglepetés még soha nem ért engem. Hát én, amikor megláttam a Bélát bejönni, a kis kapun, a lépcsőn át, majdnem összeestem. Hát a második módikus. Esetleg a kabátotokat elvehetem? Nem tudom, hogy levessem-e, mert hát akkor meg hogy nézek ki? Sehogy. Úgyhogy kabát, szemüveg marad. Ha már az ember guszti, akkor legyen végig guszti a kutyafáját neki. Hogy a Béla üljön ide. Hogy? Hát mindig úgy csináltuk eddig, hogy az, aki a házigazda, az úgy a fő. Hát most te vagy a házigazda, Bódi, guszti, tessék helyet. Ja, tényleg! Hát hogy néz az meg? És teljesen véletlenül itthon vagyok? Teljesen, igen. Ay, de jó! Én úgy titkon reméltem, hogy itt lesz ma este a guszti, sőt, úgy sejtettem. Inkább azt mondom, hogy azon csodálkoztam volna, ha nincs itt. Margóka! Mi történt, drágám? Micsoda! Muszáj belenéznünk a fazékba. Hát, de minek? Üljetek csak le, hogy kivigyem a leves. Itt a leves. Mert engem nagyon izgat ez a vargó leves. De nincs benne, csak az vicc volt, el ne higgyétek. Na, jó van, biztos jó? Benne. Tényleg nem? Jó, hát látom. És akkor mi van benne van? Figyelj, ilyet még soha nem ettek. Én azt mondtam, hogy ha varjú, akkor is megettem. Lemeztapéta van, láttad? Mi van? Lemeztapéta, igen. A lemeztapéta nagyon egyszerűen beszerezhető. Néhány százezer eladott hanghordozó, pár országos díj, és már is kész. Lehet utánuk csinálni. De jó, pont ilyennek képzeltem egyébként. Én is. Nem túl nagy, rettentő hangulatos, egy ilyen kis mézes kuckó, ilyen mézes kalács, piroska és a farkas, hát ez a nagyon édes. Nem az én világom nyilvánvalóan ez a fajta berendezés, de nagyon tetszik ugyanakkor, nagyon jól érzem magam vendégként ebben a közegben. Ez viszont azért elég. Ezt nézted, Béla? Hát azért egy szobrok is van. Az komoly. A tök lemezek. Igen. De tök jó a hangulata az egésznek. Igen. Hát egy gyönyörű Máté Péter számot énekeltünk együtt, és én Pétert elég jól ismertem, és kifejezetten romantikus és megható volt ezt a számot együtt énekelni a Gusztival. Addig ide hozom a leves, jó? Na mit mondtam, hogy leves lesz? Gyerünk! Figyelek! Ezt tudom. Nem ismerem annyira a Máté Péter dalok szövegét, viszont jól esett az, hogy az autentikus Bódi Guszti féle roma nyelven, tehát az, hogy na-na-na-na, tehát így viszont tök jól tudtam, egy pillanat alatt megtanultam romául ezt a nótát. Na most én azért választottam ezt a bort, természetesen a
a Béla tiszteletére, ugyanis ez egy bécsi... Nem szegény Béla. Örül, hogy idehaza van és megszabadult a bécsi boroktól. Erre mit szervíroz Margó? Hiába na. Az embert két dolog mindig elkíséri. A múltja és a borai. Én viszont arra lennék leginkább kíváncsi, hogy te ezt egyedül csináltad? Mennyit segített? Szóval az, hogy itt a Guszti megcsinálja helyet. Mert nagyon gyanús, hogy itt a Guszti főz. Vagy ha már érted, szeretnék én is ugyanilyen bizalmatlan lenni, mint te voltál. Egy kicsit bejött Guszti párszor a konyhában, bevallom őszintén. De az hátráltatja, vagy? De inkább hátráltatta az egészet, mint hogy elősegítette volna. Én hátráltatom a cuccot. Esküszöm, úgy javartam, hogy még soha semmi. Csak tudnod kell, hogy amikor nálam is otthon volt az én feleségem, akkor rögtön elindult a gyanúsítgatás, hogy persze, akkor biztos nem sérfőztem. Hát már csak azért is, mert amikor beléptünk, mint egy siva dolgozott szegény asszony, minden karja, keze, mindenütt rajta volt a dolgom. Hát már csak az utolsó simítás. A krumplin. Ő annyira magabiztos, annyira... kinevetett azzal, hogy én azt feltételezem, hogy ő nem egyedül főzött, hogy szerintem meg nem sértődött, nem tudta inkább mire vélni, hogy én mit firtatom ezt, hogy most azért, mert itt van a Guszti, azért biztos. Tehát én azért tudom, hogy működik ez, tehát én azért gyanakvóbb vagyok ennél. Akkor, hogy megengeditek, én adnék is a borgalatnak egy picit, így van. Tehát az kicsit, na végre valamisztam, ehető dolog, bocs, picire láttam, hogy csudoztam, vagy passzívhatít. És fogyasztottuk hozzá ilyen. Saját sütés? Édesvörös az ritka. Attól egy kicsit tartottam, hogy az étel egy kicsit nehéz lesz az ő gyomruknak, ugyanis ők nem esznek ilyen nehéz ételeket, és én ezt tudtam. Jó étvágyat! Jó étvágyat! Jó étvágyat! Egyébként nem kell szégyenlős tudnom, valamit elben, és jó paprika. Azonnal sikítunk. Itt azonnal szólni kell. Próbálunk majd belekötni a lehetetlenbe. Azt hinne az ember, hogy a gulyáslevest lehet csinálni valahogy. De nem is gondolná, hogy ott is olyan iszharmóniát lehet elérni, amit Margónak sikerült. Köszönöm, ez tényleg jó. Amíg Guszti a vacsorázók mögött ülve kémlel, addig Gergő helyében nem mondanánk ilyeneket. Én nem pontozom, ez a sportási tartásod, ami eddig van. Az es folyamán tartottam attól, hogy mindenki, ha nem is nagyon, de egy kicsit kritikusabb lesz az én kajámmal. Margó, ne haragudj, van egy kis show valahol? Hát persze. Nem ár, hogy pont Bódi Gusztéknak ne legyen saját showjuk. Azt nem hiszem. Nem rossz, nem rossz. Tényleg nem. Nekem egy picit. De ezzel most nem vagy megsértve. Másik neki kicsit. Nekem annyi hiányzott mindösszesen egy pici show hozzá, mely egy kis csípős. Erős Pista, meg vele? Meg, de azt hiszem, hogy az igazi olyan zöld. Hozzá, igazi? Hát, szerintem... Margó. Ne, szegény, hát hagyd, hogy megegye a levesét, az Isten szerelmére. Margó kétes szerelem, nem tudom neked. Nem jó neki az erős Pista, válogatós a fiú. Picit azért hiányolt.